Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Testületi ülés. A szentendrei építési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést is megtárgyalta a grémium. Szezonális megbetegedések. Dr. Barta Zsolt, szentendrei háziorvos a tünetek kezeléséről és a megelőzésről számolt be stábunknak. A gyűjtemény. Megnyílt a Ferenci Múzeumi Centrum közel 10 000 darabos gyűjtéséből álló kiállítása. Folytatjuk beszámolónkat az önkormányzat képviselőtestületének március 22-i üléséről, ahol második sürgősségi napirendként a szentendrei építési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést tárgyalta a grémium. Az indítványban az szerepel a sürgősség oka, hogy a SZÉSZ módosítása mielőbb hatályba léphessen. Ennek érdekében szükséges a záró szakmai véleményezésre bocsátásról döntést hozni. A módosítás célja, hogy megakadályozza a település túlzsúfoltságának növekedését. Az elkészült tervezetet a februári ülést követően véleményezésre bocsátotta a testület a város honlapján, majd március 8-án lakossági fórumot tartottak. Összesen 15 vélemény érkezett a tervezethez, amelyek több mint 100 javaslatot fogalmaztak meg. Az egész város életét meghatározó, és amivel elkezdtük az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő és Városfejlesztő programot, egy igen, Szentendrén az építési volumeneket valamilyen úton, módon korlátozni kell, szabályozni kell. Nem lehet célja egyetlen városvezetésnek sem, hogy továbbra is abban az ütemben gyarapodjanak a lakóövezetek, illetve gyarapodjanak a lakások, lakásszámok, mint ahogy eddig volt. Csak képviselőtársaim is nyilván ismerik azt az állapotot, amikor egy lakóház, egy régebben épült lakóház egy telken állt, majd egy a jelenlegi építési szabályzatot maximálisan kihasználva azt az épületet vagy átépítik, vagy lebontják, és helyette egy 2, 4, 6, 8 lakásos társasházat építenek, attól függ, hogy mire van lehetőség. Ennek a folyamatnak a szabályzására, szigorítására született meg ez az előterjesztés, és ment végig ez a folyamat. Természetesen az előző építési szabályzat és az érvényben lévő építési szabályzatnak anomáliái teljesen kiküszöbölni nem lehet, hiszen csak érdekességképpen mondom, hogy mindannyian tudjuk, hogy hol van a Smolnica sétány, ugye mindannyian tudjuk, és azt is tudjuk, hogy mindannyian, hogy hol van a vasvári lakótelep. Most az az érdekesség, hogy mind a két területre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Azért ez megdöbbentő, nem? Tehát ideje az egész építési szabályzatot a helyére tenni, és például ezeket az anomáliákat is felszámolni. 13 szavazattal egyhangulag támogatták a képviselők a határozati javaslatot. A következő napirend a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023 évi üzleti tervének elfogadásáról szólt. Bizottsági ülésen megtárgyaltuk a napirendet, és együtt tárgyaltuk egyébként a 22-es beszámolóval, és én igazából szeretnék a Kulturális Kft. Vezetésének, Lakatos Juditnak és a művészeti vezetőnek, Lőrinci Györgynek gratulálni azokhoz az eredményekhez és produkciókhoz, amivel a város szolgálják. Igazából én kiírtam egy pár kevés adatot. A 22-ben a fesztiválok nagyságrendileg 50 ezer embert és koncentráltan helyi embert vonzottak. Ehhez járultak a városrészi programok, amelyek beindultak sikerrel. A mozi az kiemelkedően sikeresen teljesített, 22 ezer ember
vett jegyet, 1343 előadás történt, 120 filmet vetítettek, és nagyon sok új kreatív dolgot hoztak képbe, például a Kölyök mozit, ahol ami most már a második év után bejáratva egyre több gyereket és iskolást vonz, és ezen keresztül pedig a szülőket szólítja meg. A teátrón pedig 22-ben 13.136 fizetőnézővel rendelkezett, 78 előadást adott elő, és ezen kívül még 36 olyan programot szervezett a városban különböző pontokon, vagy kisebb fesztiválokat, vagy workshopokat, amit 2500 ember nézett meg. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Üzleti tervének az önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása 212 millió forint működési támogatás és 12,5 millió forint kulturális feladatok bérjellegű támogatása, mely összeg a 2023 évi eredeti költségvetéshez képest plusz támogatásként biztosítandó a gazdasági társaság számára. A napirendhez kapcsolódva Lárné Szaniszló Éva az alpolgármester március 15-i beszédéről tett fel kérdést, pontosan azt, hogy ki írta. Feltettem azt a kényelmetlen kérdést, hogy a március 15-i beszéddel kapcsolatban, ahol azt az információt kaptam, hogy közös munka volt a beszédnek az elkészülése, azonban hát itt enyhe plágiumot vélek felfedezni, hiszen ez egy 2017-es tiszaújvárosi ünnepi beszéd lett átemelve, amit alpolgármester úr saját beszédjeként mondott. Ezt fel is raktam a médiába, tehát látható a bizonyíték, a pirossal lett kijelölve, tehát itt a szövegnek a igen nagy részét át lett véve. Úgyhogy akkor felteszem még egyszer a kérdést, hogy ki készítette, és ha amennyiben ez történt, már pedig bizonyíthatóan ez történt, akkor miért nincsen jelölve ennek a forrása, akkor nem szóltam volna. Köszönöm szépen. Szűcs Katalin hozzászólásában azt kérte, hogy az egyebek napirendnél térjenek vissza Lárné kérdésére, mert szerinte annak semmi köze a kulturális Kft. Üzleti tervéhez. A polgármester egyetértett Szűcs Katalinnal. Nem értek egyet azzal, hogy nem válaszol ügyvezető asszony vagy alpolgármester úr, ugyanis 2023-at írunk, a 2023-as üzleti tervet tárgyaljuk. 2023. a március 15-én volt ez a bizonyos beszéd. Most néztem meg, benne van, ahol fel van sorolva az ünnepi beszéd, a koszorúzások, minden. Akkor egy képviselőnek miért nem lehet arra a kérdésére válaszolni, ki írta a beszédet, és miért másolták le a tiszaújvárosi 2017-es beszédet? Ez egy kérdés, tehát ezt nem kell a szőnyeg alá söpörni, vállaljuk be. Lemásoltuk, nem volt önálló gondolatunk, és nem írtuk oda azt, hogy honnan másoltuk. És ezt nem az ügyvezető asszonynak kéne feltennem ezt a kérdést, hanem az alpolgármester úrnak. Tehát ott áll valaki díszmagyarba, fog a kezében egy más által megírt szöveget, ugyanaz, mint annak idején szó volt a klímastratégiáról. Emlékezzünk rá, tehát én erre nagyon-nagyon haragszom. Nincs önálló ötlet. Tehát ez az ünnepnek a nettó meggyalázása. Kérem polgármester, alpolgármester urat, válaszoljon. Hogyan fordulhatott ez elő? Tehát 2023. március 15. Benne van az üzleti tervbe. Nem térek el a tárgytól. Nézzék meg, 26. oldal. A képviselőasszony kérdésére végül válaszolt az alpolgármester. Pilis Dániel elismerte, hogy nem ő írta a beszédet. Véleménye szerint az ünnepség kifejezetten színvonalas volt az azon résztvevő művészeknek köszönhetően. A beszédet nem én írtam, de a cél az volt, hogy egy olyan március 15-i beszéd szülessen, ami nem megosztó, főleg ebben a kiélezett politikai közbeszédben, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is. A képviselőtestület végül egyhangulag elfogadta a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023 évi üzleti tervét. A tavasz beköszöntével továbbra is jelen vannak a szezonális légúti megbetegedések. Influenzás és covidos betegekkel is rendszeresen találkoznak a háziorvosok, de ebben az időszakban az allergia is sokaknak jelent problémát.
Dr. Barta Zsolt, szentendrei háziorvos a tünetek kezeléséről és a megelőzésről számolt be stábunknak. Áprilishoz közeledve a melegebb napok és a napsütéses órák száma egyre növekszik. A hideg hónapok után ez jól esik a szervezetünknek, de sajnos nem azt jelenti, hogy a betegségeknek is búcsút inthetünk. A vírusok egyre lassabban, de továbbra is terjednek. Nyilván abban az időszakban vagyunk, amikor a vírusos betegségek a leginkább itt vannak a környezetünkben. Ehhez hozzájárul az is persze, hogy itt a tél végén járunk, illetve most már tavasz kezdődik, de azért el vagyunk fáradva egy picit az immunrendszerünk is, és ezért így könnyebben utolérnek bennünket ezek a betegségek. Azért azt kell mondanom, hogy az utóbbi hetekben csökkenő tendenciát látunk. A igazán klasszikus influenzából viszonylag kevés volt, inkább ilyen influenza-szerű megbetegedések vannak. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb tünetet okoz, inkább azt, hogy magas lázzal járó betegség az nem annyira gyakori, mint sokszor máskor, de azért nagyon kellemetlen ez az elhúzódó köhögés, a rekedtség, orrfolyás, fejfájás. A COVID az hál' Istennek azért visszaszorulóban van, hogyha vannak azért még most is, de nem okoz olyan nagyon-nagyon súlyos tünetet. Most már nincsen kötelezettség arra nézvést, hogy tesztelnie kell az embernek, hogyha tünetet észlel magán, akkor lehetséges, hogy van COVID, csak nem vesszük észre, nem? Lehetséges, igen. Azért hál' Istennek kialakult az a gyakorlat, hogy otthon azért nagyon sokan megcsinálják a tesztet, és már úgy jelentkeznek, vagy úgy jönnek. Telefonon keresztül akkor szoktak jelezni is, hogy covidosok, és akkor így tekintsünk rájuk, akár igazolás, akár tápénzügyben. De akik bejönnek a rendelőbe, ők, nekik is egy jelentős része megcsinálta már a COVID-tesztet. A felső légúti megbetegedések cseppfertőzéssel vagy közvetlen érintkezéssel terjednek. A kórokozók köhögéssel, tüsszentéssel, de akár a beszéddel is a levegőbe kerülhetnek. Ezt a levegőt belélegezve, vagy a beteg által megérintett tárgyat megfogva átadhatják a betegséget másoknak. Dr. Barta Zsolt háziorvos azt javasolja, hogy a tünetek észlelésekor próbáljunk meg távol maradni társainktól. Aki megteheti, az, hogyha érez tüneteket, az jobb, hogyha otthon marad, és családjától is amennyire lehet, annyira elkülönül. Nyilván azért egy fontos kritérium a láz, akkor azért ne menjünk, ne terheljük magunkat, és ne terheljünk másokat sem ezzel, mert így tudjuk elterjeszteni a kórságot. Amennyiben tüneteket észlelünk magunkon, mikor szükséges orvost is felkeresni, vagy legalább egy telefonos hívást megengedni magunknak? Nyilván, hogyha elhúzódó ez a dolog, tehát egy 3-4-5 napig természetes, hogy van esetleg egy kis köhögés, orrfolyás. Ha a légzésünkkel van probléma, akkor mindenképpen kell, hogyha a láz az tovább tart, mint 4-5 nap, akkor is érdemes eljönni, megnéznünk, hogy van-e valami szövődmény esetleg a háttérben, de úgy egy pár napig azért nyugodtan lehet otthon maradni, és ilyen úgy szoktuk mondani tüneti terápiával, lázcsillapítókkal, köptetőkkel, esetleg ilyen allergiaellenes készítményeket, amiket azért szeretünk ilyenkor, mert a nyálkahártya munkáját segíti, kevesebb váladék termelődik, kevésbé irritáló a köhögés, ezeket lehet szedni. Több ilyen készítmény is van, amelyik ezeket így komplexen tartalmazza. A náthából visszamaradó, elhúzódó orrfolyás megnehezítheti a hétköznapokat. A szakemberek azonban óvva intenek az orrszprék túlzott használatától, ugyanis ezek addikciót okozhatnak. A házi orvos is azt javasolja, hogy ezeket a patikai készítményeket mértékkel legfeljebb néhány napig alkalmazzuk. Mindenféle, ami a nyálkahártyára hat, azokra óvatosan kell, és csak korlátozott ideig szabad őket használni. Nyilván, ami recept nélkül lehet kapni, azok kevésbé ártalmasak, de ezekre is vonatkozik, hogy 4-5 napnál tovább, ha lehet, akkor ne használjuk. A másik dolog, ami most már így a márciussal, meg az tavasszal összefügg, hogy beindult az allergia szezon is, úgyhogy ez is színesíti itt a képet, és picit nehezíti a emberek meg a mi dolgunkat is, ezeket elkülöníteni. Úgyhogy aki tudja magáról, hogy allergiás és jelentkeznek tünetek, akkor érdemes a
megszokott és bevált gyógyszerét azért elkezdeni szedni. Említette, hogy most csökkenő tendenciát mutatnak azért már a betegségek, vagy a betegség szám legalábbis. Akkor mondhatni azt is, hogy kevésbé túlterhelt most a rendszer pillanatnyilag? Hát ezt jó lenne mondani, de azért erről gondoskodik így a természet, hogy mi végig szinte egy szinten mozgunk, mert igaz, hogy kevesebb a felső légúti hordás beteg, de a változó időszak meg az átállás a téli és a tavaszi időszakra, az azért jobban megterheli a, elsősorban az idősebbeket, keringési rendszerrel, magas vérnyomással küzdőket, úgyhogy van azért mit tennünk. A házi orvost nem csak felső légúti fertőzésekkel keresik meg. A betegeknél tavasszal is jelentkezhetnek hányós hasmenéses tünetek. Az sem ritka jelenség, amikor a légúti és a gyomorpanaszok egyszerre vannak jelen. Tudnak variálódni, a Covid-hoz is variálódott például egy ilyen gastroenterális érintettséget mutató tünetegyüttes, de önállóan is jelentkeznek. Ebből is úgy jelentkezik nálunk, hogy valamikor hetente látunk egy párat, valamikor meg akár naponta is. Ezek ilyen változó intenzitásúak, de végig itt vannak a környezetünkben. Ez nagyon kellemetlen hányással, hasmenéssel járó kórkép. Ahol mind a kettő jelentkezik, ott annyi vigasztalót tudunk mondani, hogy viszonylag gyorsan átfut, de azért egy 5-6 nap kell, míg rendeződik a szervezet. Ilyenkor diétát szoktunk javasolni, és azért probiotikumokat általában. Tehát nyilván a folyadékpótlás elengedhetetlen? Persze, az természetes, és ilyenkor szoktuk azt is mondani, hogy nem csak vizet, hanem ásványi anyagokat is érdemes pótolgatni, ezért szoktuk például levestől is ajánlani, vagy lehet kapni ilyen nyomelemeket és ásványi anyagokat tartalmazó kiegészítő italokat, ezeket érdemes. Ha olyan mértékű, akkor van olyan, amit vényre is felírunk, és akkor azt gyógyszertárba ki tudják váltani. A betegségek megelőzéséhez elengedhetetlen, hogy a téli hónapok után megerősítsük immunrendszerünket. A házi orvos C és D-vitamin szelén, valamint cink szedését javasolja. D-vitaminból felnőtteknek napi 2-3 ezer nemzetközi egység ajánlott. Kisgyerekek esetében a D-vitamin csepp lehet a jó választás, amely már egészen kicsi kortól beadható. A vírusok elleni védekezéshez, főleg a koronavírus megelőzéséhez továbbra is elérhető a védőoltás. Az influenzát azt készüljünk majd őszre, tehát most azért azt gondolom, hogy ez most már benne is vagyunk a járványba, tehát ilyenkor ezt nem érdemes már adni, de ősszel azt mindenképpen. Covid negyedik oltás lenne az indokolt, de az tényleg csak azoknak, akik esetleg műtétre várnak, vagy ilyen nagyon komoly daganatos, vagy egyéb krónikus megbetegedésük van. Nekik elérhető, most már nem annyira könnyen, nincs olyan sok helyen, de azért elérhető oltópontokon. Magyarországon a járványveszélyes időszak április végéig tart, így addig az influenza-szerű megbetegedésekkel még számolni kell. A vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok pótlásával, valamint rendszeres kézmosással lassíthatjuk a fertőzések terjedését. Megnyitották a Gyűjtemény 1900-2022 című kiállítást március 25-én szombaton a Ferenci Múzeumban. A tárlatot a Ferenci Múzeumi Centrum közel 10 000 darabos gyűjtéséből állították össze. A megnyitón többek között részt vett Fülöp Zsolt polgármester, dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes, valamint Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. A hiánypótló kiállítás a Magyar Géniusz program keretében valósult meg. Nagyszabású kiállítás megnyitóval vette kezdetét a Ferenci Múzeumi Centrum 2023-as szezonja. Az intézmény képzőművészeti gyűjteményének kiemelkedő műalkotásait tekinthetik meg az érdeklődők március 25-től. A nem mindennapi tárlat régi álom volt a múzeumban, amelyet idén a Magyar Géniusz programmal végre sikerült megvalósítani. Két dolgot ünneplünk itt. Az egyik maga a gyűjtemény, ahol mi gyűjteményes kiállításunk. A másik ugye a Géniusz program, ami keretében ez létre tudott jönni. Ugye milyen nagyképűen odaraktunk, majd ezt fogjátok látni, a nagy gyűjtemény, ami a számunkra nagyon fontos.
Ugye Szentendre adott minden gyakorlatilag, ami a magyar művészet történet számára fontos. Itt található az összes jelentős művész, gyakorlatilag most már író, képzőművész, iparművész, néprajzos, stb. Szóval mi egy olyan kiállítást hoztunk itt létre, ami egy kicsit rendhagyó lesz, amit látni fogjátok, mert ez egy félig állandó kiállítás. Szóval 5 évig áll, de évente, fél évente bizonyos elemei megváltoznak. Úgy változnak meg, hogy az első terem például Szentendre vagy Szentendréhez kötődő művészeket mutat be, kamara jelleggel, retrospektív kiállítás. Majd a harmadik teremben, ott egy kortárs művészt fogtok most látni, Kasszás Tamás munkájával, aki Vajda Lajosra reflektál a maga módján. Ez a terem minden évben meg fog változni. Itt a következőben régészeti kiállítás lesz, majd néprajzi helytörténeti kiállítás. Ezek a kiállítások minden esetben reflektálni fognak arra a gyűjteményre, amit most láttok, illetve változásával látni fogtok. Szentendre a modern magyar művészet egyik középpontja, amely évtizedeken át formálta a művészeti áramlatokat. Az FMC gyűjteménye a 20.-21. századi mindenkori kortárs magyar képző és iparművészet kiemelkedő alkotásait tartalmazza. A tárlat olyan műveket mutat be, amelyeket már régóta nem láthatott a nagy közönség, továbbá a kortárs művészek legújabb munkáiba is betekintést nyújt. A mostani tárlat talán az egyik, ha nem a legjelentősebb kiállítás a Ferenci Múzeumi Centrum fennállása óta. A 7 terem, amelyet a látogatók a mai naptól megtekinthetnek, végig vezetnek bennünket Szentendre művészet történetén egészen a múlt század elejétől. Olyan időutazás ez, amelyben a múltat nem tudjuk megváltoztatni, de azt gondolom, hogy az meg tud változtatni bennünket, higgyék el nekem. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy ki volt a világtörténelem első alkotóművésze, akkor azt gondolom, hogy sokunk számára kézenfekvő a válasz, hogy a Jóisten. Ő teremtette az eget és a földet, képmására megalkotta rajta az embert, akinek lelket és szabad akaratot adott. A lélek és a szabad akarat pedig felruházott bennünket azzal a tulajdonsággal, hogy mi is képesek legyünk alkotni. Írók, költők, zenészek, építészek, szobrászok és festők egész sora folytatta a Jóisten alkotó munkáját. Mi pedig azt gondolom, hogy abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy egy olyan térségben élhetünk, ahol óriások közt vagyunk, az ő lábnyomukban járunk, és ezek az alkotók sorra egymásnak adják a műtermi kilincseket. Barcsai, Kmeti, Csíkszentmihályi, Buhály, Aknai, Bereznai, Vajda, Ámos, Kovács, Deim, Hanvas, Vujicsics, és azt gondolom, hogy folytathatnánk napestig. A gyűjteményes kiállítás a Magyar Géniusz program keretében jött létre, melynek küldetése minden tekintetben újat és forradalmit alkotni, bemutatni a vidék géniuszait a vidéki muzeális intézmények legértékesebb és legkülönlegesebb műtárgyait. A kiállítás megnyitón a program kuratóriumának elnöke Demeter Szilárd köszöntötte a megjelenteket. Mi volt annak idején ennek a programnak a küldetése? Ez a Petőfi bicentenáriumra szánt kormányzati forrásokból határoltunk el egy részt. Szerettük volna a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével a Kárpát-medence magyar térképét újra színezni. Sokszor elmondtam már, itt elhangzott a kolléga részéről is, hogy a magyar kulturális tér szerkezete nem túl szerencsés, hiszen fejnehéz, Budapest-centrikus kultúrában élünk. Ezért találtuk ki ezt a programot, hogy a magyarok mentális térképén a fehér foltokat lekaparjuk, előhozhassuk és megmutathassuk a tágabb értelembe vett kulörlokát. Másfelől pedig az volt a célunk, hogy a helyi értékes örökséget az egyetemes magyar kulturális örökség összefüggés rendszerébe helyezzük. Ha a mai kiállításra csak egy futó pillantást is vetünk, akkor az utóbbit nem is kell nagyon magyarázni, ezt már többen megemlítették. A Ferenci Múzeumi Centrum gyűjteményes kiállításáról hosszabb összeállítást láthatnak pénteken az Esti Híradó után, Művészváros című magazin műsorunkban. Végül a várható időjárásról.
Csütörtökön a felhős időben rövid napos időszakokra számíthatunk. Délutántól egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, többfelé élénk, délnyugaton erős lesz a déli, délnyugati szél. Hajnalban mínusz 5 plusz 6 fokig csökken a hőmérséklet. A délután már enyhébb lesz, 9 és 20 fok között alakulhatnak a maximumok. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Még egyszer, röviden. Második sürgősségi napirendként a Szentendrei építési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést tárgyalt a grémium március 22-én. A tavasz beköszöntével továbbra is jelen vannak a szezonális légúti megbetegedések. Megnyitották a Gyűjtemény 1902-2022 című kiállítást március 25-én szombaton a Ferenci Múzeumban. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is itt a TV Szentendrén, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazin műsorunk, melyben Szentendre egyik legismertebb optikai szaküzletét mutatjuk be önöknek. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!